Sok szeretettel köszöntjük kedves nézőinket a Régió Plus Televízió térségi közéleti magazinjának 40. adásában. Mai témáink: az Aszódi FC utánpótlás labdarúgó csapata, a Kartali Művelődési Ház és Könyvtár jelenlegi helyzete és az intézmények aktuális programjai, valamint modern húsvéti asztaldíszek készítése saját kezűleg. Tartsanak velünk! Sok szeretettel köszöntöm stúdiónkban mai vendégemet, Aszód város alpolgármesterét és az idén 100 éves Aszódi labdarúgó klub elnökhelyettesét, Kovács Tamás urat. Üdvözlöm, Tamás! Jó napot kívánok, köszönöm szépen a lehetőséget! Nagyon szívesen! Tamás, miért fontos az utánpótlás nevelés Aszódon? Aszód történelmi hagyományai tekintve is iskolaváros. Ugye két középiskolánk, általános iskolánk két telephelyen működik. Ez azt jelenti, hogy egy hétköznap, amikor az iskolába becsengetnek, akkor kb. 2000 tanuló kezdi meg Aszódon a reggeli tanítást. Tehát azt lehet mondani, hogy a Galga mentéről nagyon sok fiatal jár be tanulni Aszódra. Ezt a lehetőséget szeretnénk kihasználni arra, hogy megpróbáljuk a gyerekeket a sport felé terelgetni, a szabad idejüket a lehetőleg kultúráltan, szervezett körülmények között töltsék el, és erre nagyszerű lehetőséget teremt a sport. Mivel a városunk nem nagy város, ezért ezek a lehetőségek is eléggé szűkek, és azokra a meglévő hagyományokra építünk, ami történelmileg megvan a városban, és egy ilyen hagyomány az Aszódi Labdarúgó Klub, amelyik, és ezt büszkén elmondhatom, idén ünnepli 100. megalakulásának 100. évfordulóját, 1912. június 29-én alakult meg Aszódon a labdarúgó klub. Ennek jog utódja vagy jogfolytonossága a mai labdarúgó klub, és ha van egy ilyen működő szervezetünk, ezt gondoljuk a legpraktikusabban felhasználni arra, hogy minél több gyerekkel megszerettessük a sportot. Milyen pályázati lehetőségek vannak, amivel lehet támogatni az utánpótlás nevelést? Mert ugye tudjuk, manapság igen nehéz forrásokat találni ezekre a dolgokra. Ez így van, a sport is, mint minden az életben, a sporthoz is, és annak megfelelő szinten történő műveléséhez elsősorban pénzre van szükség, másodszorban megfelelő szakemberekre. Kapura jött 2011 nyarán, amikor a Magyar Országgyűlés megalkotta a látványcsapatsportok támogatását célzó törvényt, amely arról szól nagyon röviden, hogy azok a vállalkozók, akik társasági adót fizetnek, a társasági adójuknak 70%-át felajánlhatják az öt látványcsapatsport támogatására. Ennek az egyik, az öt csapatsportból az egyik a labdarúgás. Ennek a támogatásnak, a fogadásának az a feltétele, hogy azok a sportegyesületek, akik ebben a programban részt szeretnének venni, egy olyan sportfejlesztési programot kell készíteniük, ami illeszkedik a szakszövetség elképzeléseibe. Ezt a programot be kell nyújtani jóváhagyásra. Amikor a jóváhagyás megtörténik, akkor lehet keresni ennek a jóváhagyásnak az alapján olyan vállalkozókat, akik nyereségesen működnek, hiszen a nyereségesen működő vállalkozások fizetnek társasági adót, és akik hajlandók a társasági adóknak ezt a 70%-át erre a célra felajánlani. Annyit tudni kell hozzá egyébként, hogy egy kicsit a bizalmatlanságot oszlassam, mert elég nehéz volt ennek a programnak az elindítása, hogy aki ilyen támogatást nyújt ebben a programban résztvevő sportegyesületek részére, ennek a 70%-nak a támogatását leírhatja a társasági adójából, társasági adója alapjából, ezáltal további kb. 10% adókedvezményt realizálhat az éves adójából. Ezt a programot készítettük el, ezt a programot hagyta jóvá tavaly novemberben a Magyar Labdarúgó Szövetség, és ez alapján tudtunk néhány vállalkozóval megállapodni, akik átadták a társasági adójukat, és kb. 6 millió forintból fogtunk hozzá ennek az utánpótlás nevelési programnak a megvalósításához. Tehát akkor hál' Istennek a pénzügyi háttér úgy néz ki, hogy biztosította arra, hogy utánpótlás működhessen a Szódon a foci csapat keretein belül. Mikor vannak az edzések? A pénzügyi keretünk úgy van meg, hogy amennyi keretet kaptunk, amit föltölthettünk volna, annak csak egy részét sikerült.
Ezért nagyon szeretnénk, hogyha a vállalkozók továbbra is támogatnák az Egyesületben folyó munkát, hiszen ahhoz, hogy ez a program megvalósulhasson, azért kellenek további források. Akkor én néhány szóban az utánpótlás nevelésről beszélnék. 5 utánpótlás csapata van jelenleg a labdarúgóklubnak. Azt gondolom, hogy a Galga mentében ez a legmagasabb szám, mondjuk Túrát leszámítva. 7-9-11 éves gyerekekkel külön-külön korosztályonként a Bozsik programban versenyzünk. Az U13-as, az U19-es csapatunk pedig rendes labdarúgó bajnokságban, tehát hétről hétre pályára lépnek a gyerekek. Ez az 5 csapattal indítottuk el ezt a programot. És a nyári terveinkben szerepel az U13-as fölötti korosztály, az U15-ösnek az indítása is. Ezekkel a csapatokkal szakképzett edzők foglalkoznak, ezekkel az edzőkkel talán a Aszódi Sportklub életében először hivatalos megállapodást kötöttünk, megbízási szerződés alapján dolgoznak, fizetjük a járulékait, tehát teljesen mint egy profi labdarúgó, kicsiben egy profi labdarúgó klub, úgy próbáljuk működtetni az Egyesületet. A gyerekeket ezekben a programokban versenyeztetjük, és most a forrásainak a nagy részét pedig arra fogjuk felhasználni, hogy megfelelő felszerelést biztosítsunk a csapatoknak. Az edzések egyébként a kicsiknek zömmel délután van, a kiskolaidő után. Én azt tudom javasolni azoknak a szülőknek, akit ez érdekel, és szeretné a gyerekét egy kicsit a sport felé terelgetni. Azt tudom, a Csengely úti iskolában dolgozik az egyik edzőnk, akit ilyen utánpótlás koordinátori feladatokkal bíztunk meg. Molnár Lászlónak hívják, testnevelő. Bárkit, akit érdekel ez a program, a Molnár László tanárót keresse meg, és az összes információt ő biztosítani fogja a szülők részére. És nála lehet is jelentkezni? Lehet is jelentkezni, így van. És esetleg valami cél van-e kitűzve az utánpótlás programon belül? Úgy általában az elképzelésünk, hogy megpróbáljuk egy picit az aszódi labdarúgást attól a régi, szerintem rossz hagyománytól kicsit eltéríteni, ami azt jelentette, hogy ezek a klubok ilyen hullámszerűen működnek. Ha jött egy vállalkozó befektető, akkor jól ment a futballklubnak, az a befektető vállalkozó megunta, megsértődött, elment, akkor általában a kiesés réme fenyegette mindenféle osztályban a csapatokat. Azt szeretnénk, hogy a klub stabil alapokon álljon, egy megfelelő szakmai munka folyjon benne. Ahhoz, hogy ezek az alapok stabilak legyenek, ehhez nagyon-nagyon sokat segít az Aszód Város Önkormányzata. Ezúton is szeretném megköszönni a város képviselőtestületének és Sztán István polgármester úrnak azt a támogatását, amivel a labdarúgó klubot segítik, mert ezek azok az alapok, amelyekre folyamatosan tudunk alapozni, és erre az alapra tudjuk a pályázati pénzeket begyűjteni, és így a kettő együtt tulajdonképpen egymás erejét meg sokszorozva tudja a klubot működtetni megfelelő szinten. Mennyi a helyiek aránya az utánpótlás programban is, a csapatban is? Az MLS felé benyújtott programunkban az szerepel, hogy szeretnénk egy kis regionális utánpótlás nevelő központot létrehozni. Igazából arra alapozva, hogy nagyon sok aszódi fiatal jár, tehát nagyon sok fiatal jár be Aszódra tanulni, hogyha egyébként is a városban vannak, mert hogy a tanulmányaik odakötik őket, akkor nagyon egyszerű leballagni a pályára, azt az 1-2 órát az edzésen eltölteni. Tehát alapvetően a helyiekre alapozunk, és azokra a környékbeli tehetséges fiatalokra, akik azt gondolják, hogy ilyen körülmények között szeretnének sportolni. Nagyon sok szülő van egyébként, akik a tehetséges gyerekeket Budapestre viszik, nem kevés anyagi áldozatot felvállalva, budapesti egyesületeknél sportoltatják a gyerekeket. Szeretnénk nekik is egy megfelelő alternatívát nyújtani, ne kelljen a gyereket elvinni, ne kelljen annyi pénzt költeni az utazásra, ne kelljen annyi időt elvenni a gyerektől mondjuk a tanulástól, helyben ugyanezt ha más nem hasonló szakmai színvonalat talál, mint mondjuk amit Budapesten a Budapesti Nagy Egyesületek. Azt szeretnék még nyújtani, hogy a legtehetségesebb gyerekeket, aki nálunk nevelődik ki, megpróbáljuk egyengetni az útját a nevesebb budapesti egyesületek felé. Tehát nálunk legyenek a gyerekek, nálunk okosodjanak, nálunk tanulják meg a labdarúgást, és a legtehetségesebbeket pedig megpróbáljuk olyan helyekre irányítani, ahol az ő tehetségük kibontakozhat. Ugye ilyenkor a futballértő ember arra gondolna, hogy egy csapat azért szervez utánpótlás programot, hogy ugye a nagy csapatba későbbiekben biztosítsa az energiát. Tehát, hogy pár év elteltével azok, akik kiöregednek a nagy csapatból, majd azok helyére érkeznek azok, akik elkezdték az utánpótlást.
és ott nevelődtek ki, tehát a csapat szárnyai alatt. Ez mennyire befolyásolja a dolgokat a Szódon? A jelenlegi felnőtt csapat keretben számos olyan fiú van, olyan fiatal, aki egészen serdülő korától kezdve az Aszódi Futball Egyesületben nevelődött. Tehát a mostani fiataloknak is, akik nem annyira tehetségesek, hogy komoly nagy egyesületben esetleg az életük, tehát a karrierjük egy részét erre építsék, de annyira tehetségesek, hogy mondjuk egy megyei szinten tudjanak futballozni, látnak példát arra, hogy 6-8 olyan játékosa van jelenleg is a felnőtt keretnek, aki végigjárta szépen a ranglétrát, és a serdülőtől kezdve az ifjúsági csapaton keresztül jutott el a felnőtt keretig, tehát az út az adva van. Az Aszódi felnőtt csapat edzője Dobes Attila egyébként is számít a fiatalokra, tehát az ajtó nyitva áll előttük, és meg is van a példa, hiszen a hétvégi bajnoki fordulóban számtalan olyan aszódi illetőségű labdarúgó lép, egyébként nem is a legügyetlenebb közé való, akik a felnőtt keretben, a felnőtt csapatban már kezdőnként futballoznak. És a felnőtt csapattal mi a helyzet? Ők most melyik bajnokságban játszanak? Mi a megye egy B osztályban, tehát ez a megyei második vonalban játszunk. A megye első osztályban játszik a Bag és a Hévízők, akik ugye évek óta ennek az osztálynak meghatározó tagja. Nem kergetünk olyan álmokat, hogy most a 100 éves évfordulóval tekintettel nagy célokat tűzünk ki. Azt szeretnénk, hogyha egy olyan klubot tudnánk működtetni, ahol a gyerekek szívesen jönnek, ahol a felnőtt csapat föl tudja majd szívni azokat a gyerekeket, akik maradnak nálunk, hiszen a gyerekeknek van egy olyan sajátossága, hogy amikor a középiskolát elvégzik, akkor az ország minden szegletébe jut belőlük, és kevesen maradnak itt. Viszont szeretnénk olyan körülményeket teremteni, és ennek a programnak egyik van a utánpótlás nevelésen kívül a másik fő célja, hogy kedvük legyen lejárni. Tehát a megfelelő infrastruktúra, klubház, szeretnénk építeni 2 darab 100 fős ülőszékes lelátót. Azt nem mondom, hogy stadion legyen, de hogyha eljön hozzánk 200-300 ember, akkor őket kulturáltan tudjuk fogadni. Szeretnénk megépíteni a jelenleg elég elhanyagolt edzőpályát, azért, hogy ennyi csapatot ki tudjunk szolgálni. Nem szeretnénk például ezt a nagy divat most műfüves pályát építeni. Azt gondoljuk, hogy nekünk ez gazdaságosan nem valósítható meg. Inkább megvesszük ezt a szolgáltatást ebből a programból azokon a településeken, ahol van már ilyen infrastruktúra. Szeretnénk körbekeríteni az épületet, szeretnénk egy kultúrát kis sporttelepet. A kisvároshoz kis sporttelep. És hogy fogja ünnepelni a csapat a 100. évfordulót? Na, éppen most beszéltem ide a felvételre való menet a klub elnökével. Holnap fogunk leülni, és akkor konkretizáljuk a 100 éves centenárium ünnepét. Előjáróban annyit elmondhatok, hogy nagyon előre haladott és konkrét tárgyalások vannak. Szeretnénk elhívni a Ferencváros csapatát erre a centenáriumi mérkőzésre. Szeretnénk egy egésznapos sportprogramot, ehhez kapcsolódóan pedig a város Stanislav polgármester úr segítségével pedig egy kulturális programot fog biztosítani. A konkrétumok még nincsenek meg, a Fradi az nagyjából biztos, tehát erre lehet számítani, a többit pedig majd menet közben a városi honlapon, illetve az Aszód Ercén honlapján fogjuk tájékoztatni az érdeklődőket. Köszönöm szépen, Tamás, hogy itt volt, és hogy meg tudtuk beszélni az utánpótlás nevelést. És hát köszönöm a nézőknek, hogy velünk tartottak. Remélem a futballkedverők most tájékoztatást kaphattak arról, hogy igenis Aszódon elindult valami. Elkezdődött egy program, az utánpótlás nevelés program, ami úgy néz ki, hogy jó úton halad. Nem csak helyi szinten, hanem országos szinten is, mivel ugye ennek törvényi hátteret is teremtett a kormány. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is. Vendégem a stúdióban Laukó Ibolya, a Kartali Könyvtár és Művelődési Ház vezetője. Sok szeretettel köszöntöm Önt, Ibolya. Valóban igaz az a hír, amit nagyon sokan a köztudatban már rebesgetnek Kartalon, hogy megszűnik a Kartali Művelődési Ház? Nem, ez közel sem igaz. Szerencsére nem szűnik meg, tovább működik a Művelődési Ház és a Könyvtár is, csak átköltöztettek bennünket. Hát többek között azért, hogy egy kicsit spóroljon az önkormányzat, mivel tudnivaló, hogy az országban az önkormányzatok eléggé hadilábon állnak a költségvetéssel, ugye nincsenek gazdagon eleresztve, és így a két intézmény közös vezetés alá is került, ami talán szerencsés lesz a továbbiakban, én úgy látom. Ez egy hosszú távú megoldás, vagy átmeneti dologról beszélünk? Hát szerintem mindenképpen hosszú távra terveznek.
Még ez egy próbaidőszak volt az idei év, még csak most kezdtünk együtt működni, és az igazi, tehát a művelődési háznak az épülete az továbbra is működik. Amikor nagyobb rendezvények vannak, akkor befűtenek, illetve ez az átköltözés csak a téli időszakra vonatkozik a művelődési ház részéről. A Mária iskolában kapott egy termet, ahol folynak a szakkörök, a csoportfoglalkozások, az előadások, és ha egy nagyobb előadás van, vagy az árusítás, akkor a művelődési házban az eredeti épületben folynak az előadások, illetve a vásár. Hogyan fogadták a csoportok, a szakkörvezetők, illetve résztvevők ezt a hírt? Nem volt ebből felháborodás? Sikerült egyeztetni velük? Egy picikét idegesek voltak, és idegenkedtek az új helytől, de nagyon hamar megszokták, sőt, most mondták is, hogy eléggé otthonos ez a kis terem, ahol most vannak, és kicsit furcsa is lesz nekik visszaköltözni. Milyen csoportok, illetve milyen szakkörök működnek a művelődési házban egyébként, Ibolya? Hát az asszonykórus már nagyon régóta működik, a Ne felejts népzenei együttes, a Könyves Kálmán nyugdíjas egyesület, szakkörök, a gyermek néptánc, a színjátszók most nem működik. Ezen kívül vannak a kézművesek, ugye, amiről előbb is beszéltünk. Az agyagozó gyerekeknek tart foglalkozást, és a gyűszűkör, ugyanez a személy tartja, nagyon kreatív, és nagyon sok dolgot készítenek. Ezen kívül vannak a táncosok, a hip-hop és a zumba, valamint most a hastánc van készülődőben. Ez az agyagozó, illetve kézműves szakkör nagyon érdekes, mert ugye a térségben nagyon sok tánc szakkör, illetve népi hagyományokat tápoló csoport működik, de ez az agyagozó szakkör, ez egy ilyen újdonság a számomra, ők régóta működnek? Hát az agyagozó elég régóta működik, és illetve hát nem olyan régóta, az utóbbi időben, de már nem hónapok óta, hanem azért hosszabb ideje, és nagyon szép dolgokat készítenek a gyerekekkel. Mint előbb mondtam, nagyon kreatív a vezetőjük. Ő javasolta, hogy legyen egy ilyen előadás sorozat, a Holnap világa, ami arról szól, hogy régi dolgokat mutatunk meg a gyerekeknek, illetve a felnőtteknek, felelevenítjük a régi hagyományokat, és ennek keretében előadásokat tartunk. Ez az előadás sorozat úgy tudom, hogy már kettő része le is zajlott, és most így hamarosan van. Megtartják a harmadikat is. Miről fog szólni a harmadik rész? A harmadik a húsvéti hagyományokról fog szólni, és ennek keretében meghirdetésre került egy pályázat, ahol húsvéti ajándéktárgyakat lehetett leadni és készíteni, és ekkor lesz az eredmény hirdetése, és húsvéti hagyományokról fogunk beszélgetni, ahová szeretettel várunk mindenkit. Nagyon jól hangzik ez az ötlet. Tehát akkor elég színes a művelődési ház programja, attól függetlenül is, hogy mondjuk most más épületben működik. Ugye most a könyvtár épületében működik tovább, erről már beszéltünk. A könyvtár egyébként Kartalon milyen filozófia szerint működik, milyen szolgáltatásokat nyújt az ottani lakosoknak? Hát a legfontosabb dolgunknak tartjuk a gyermekek nevelését, arra, hogy olvassanak, hogy szeressék a könyveket, és megtanulják, hogy ez az olvasás, ez tulajdonképpen nem csak azért fontos, hogy könnyebben tudjanak tanulni, hanem egy bizonyos relaxációs módszer is. Van olyan is, hogy biblioterápia. A régi könyvtárosok, illetve akik már régebben dolgoznak könyvtárban, alkalmazzák is ezt, ami azt jelenti, hogy olyan könyvet adunk az érdeklődő kezébe, ami pont az ő lelki állapotának felel meg. Tehát volt olyan, hogy valaki elveszítette a hozzátartozóját, és tudtuk, hogy szeret olvasni, és jött, és akkor olyan könyvet ajánlottunk, ami segített feldolgozni a gyászát. A gyerekekre visszatérve, a mai gyerekek nagyon nagy információáradattal állnak szemben, úgymond, és nagyon nehéz nekik ezt a sok információt feldolgozni. Rengeteg mindent kell tanulniuk. Ha nem kezdjük el picikorba arra nevelni a gyermeket, hogy oda tudjon figyelni sokáig egy bizonyos dologra, akkor igen sok baj lesz az iskolába vele. És ezt úgy kezdhetjük a legjobban, ha
közösen foglalkozunk vele, többet vagyunk együtt, akár szőszmötölünk, akár a kertben kertészkedünk, vagy ölbe veszük és mesét mondunk neki. Az élő mesélés nagyon sokat ad a gyermeki léleknek, mert ugye van a testnek a tápláléka, és a léleknek is kellene, hogy legyen. Sajnos ezt nagyon elhanyagoljuk manapság. És éppen ezért a gyerekek aztán nagyon nehezen tudnak tanulni és odafigyelni, ezért sok a hiperaktív és diszlexiás gyerek is. Élő példa, van egy tanítónén itt Kartalon az iskolában, most nevet nem mondok, akinek mindig olyan osztálya van, akinek a 80%-a körülbelül könyvtárba járó, szeretnek olvasni a gyerekek, és ez a tanulmányi eredményeiket is nagyon befolyásolja. Tehát mindenképpen fontos a gyermekeknek a felolvasás. Utána nagyon jó hagyomány van Kartalon, jó az együttműködésünk az óvodával, iskolával, hivatallal. Tényleg egy ilyen közös kis család vagyunk. Az óvodából már rendszeresen hordják a gyerekeket könyvtárba. Minden évszakban eljön minden csoport, mesélünk neki, diafilmet vetítünk, és így megszokják a könyvtárba járást. Ugyanez folytatódik az iskolában, főleg az alsó tagozatban, hogy ők is eljönnek könyvtári órára, kézműves foglalkozást tartunk, és van ez a mesedoboz, ahol... Mit takar ez a mesedoboz? Két hetenként felolvasunk a gyerekeknek mesét, és utána valamilyen kreatív dolgot csinálnak, mindig a leendő ünnephez aktuálist. Most például húsvétra készültünk, így van. Ha jól tudom, mindezek mellett a szolgáltatások, illetve komplett programcsomagok mellett nyári táborokat is szervez a könyvtár a gyermekek részére. Így van, és nem csak a könyvtár, hanem a művelődési ház is. Nagyon régóta hagyomány ez nálunk. Több mint 16 éve a könyvtárban is táborokat szervezünk, és a művelődési házban ott főleg kézműves tábort. A könyvtári táborban igyekeztünk arra, hogy ne csak olvasás szeretetre neveljük a gyerekeket, hanem hogy a helyismeretet jobban kiterjesszük rájuk nézve, és arra, hogy mindenképpen óvják, védjék a környezetüket. Például a tavalyi táborban itt is voltunk Galgahévízen, a ökofarmon, és nem csak tavaly, hanem már többször is elhoztuk a gyerekeket, aztán biciklizünk, gyalogolunk, tehát arra neveljük őket, hogy nem csak a számítógép előtt kell ülni, hanem sportolni kell, mozogni kell, olvasni kell, színházba járni, moziba, és esetleg művészkedni is. Azonban a kartali közösségépítő funkció nem csak a gyermekekre fókuszál, hiszen a könyvtárban az úgynevezett E-Magyarország pont is működik, 2004 óta, ha jól tudom. Mi ez a szolgáltatás, és miben segíti a felnőtteket? Az E-Magyarország pont 2004 óta működik, úgy, ahogy tetszett mondani. Mind az összes fejlesztése és a nyitása is pályázati pénzekből valósult meg. Jelenleg 6 gépünk van, ebből 5 áll a lakosság szolgálatára. Ingyen internetezhetnek, például a mai nap az internet fiesta keretében, egyébként nagyon csekély összegért. Ezen kívül fontos, hogy segítjük a lakosságot munkahelykeresésben, például önéletrajzok készítésében, és mindenféle hivatalos dolog intézésében, többek között adóbevallásoknál, segítséget nyújtunk, vagy ha valakinek valamilyen jogszabályra van szüksége, akkor ahhoz keresünk dolgokat. És még nagyon fontos, hogy régóta folytatjuk a felnőtt lakosság képzését, tehát korombeliekét és olyanokét, akik iskolai keretben nem tudták megtanulni a számítógép használatát, az internetet és a szövegszerkesztő használatát szoktuk tanítani. Ibolya, melyek azok az aktuális programok, amelyek a közeljövőben várhatóak, akár a könyvtár, akár a művelődési ház szervezésében? Hát ezen a héten zajlik, mint előbb említettem, az internet fiesta, ahol keddi holnapi napon, amikor a nyugdíjas egyesület szokott összejönni, akkor mi holnap bemutatjuk neki az internet használatának az előnyeit, tehát hogy miket tudnak megnézni az interneten, hogyan tudnak ott például egy menetrendet megkeresni, vagy a gyógyszert, amit szednek,
éppen milyen hatásai vannak, így van. És csütörtökön munkahelykeresés lesz a témakör, tehát segítünk a munkához keresőknek munkához jutni. Április hónapban milyen programok várhatóak? Áprilisban lesz a Költészetnapi Megemlékezés először, 11-én. Itt fontos megemlíteni, hogy egy versíró pályázatot írtunk ki, és itt ekkor lesz az eredményhirdetés is, 5 órakor a könyvtárban lesz a rendezvény megtartva. Azután folytatódik a Tegnap világa előadás sorozat, a régi iskoláról szeretnénk majd, de ez még csak körvonalazódik. Azután április 21-én a Jobbik szervezésében dr. Obrusovszky Borbála őstörténetkutató előadása lesz megtartva, ez 6 órakor, és egyben a rovásírásos táblát fogjuk avatni. Végül pedig április 28-án este 6 órakor a jótékonysági estet szervezünk az STK javára, hát körülbelül ezek lesznek. Tehát karttal fogja átvenni a stafétát. Így van. Szeretettel várjuk akkor tehát kedves tévénézőinket a Kartali Könyvtár épületébe, melynek falain belül a Művelődési Ház programjain is részt tudnak venni. Köszönöm szépen, Ibolya, hogy itt volt velünk és megosztotta velünk mindezt. Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Múlt heti adásunkban a húsvéti hagyományokra alapozva készítettünk csodálatosan szép húsvéti asztaldíszeket Antal Ágnes okleveles virágkötővel. Ahogyan ígértem, ebben az adásban is megérkezett hozzánk. Ezúttal egy kicsit a modernebb irányzat felé kacsingatunk, és ismételten saját kezüleg elkészíthető díszeket készítünk. Lássunk hozzá! Megint az az alapterv, hogy egyszerűen és nagyszerűen készítsünk. Az utolsó héten vagyunk már, a húsvét előtti utolsó héten, és ilyenkor már a lakást körbe takarítottuk, és arra készülünk, hogy az ételeket elkészítsük, elmenjünk a templomba, és ünnepeljük Krisztus feltámadását. Ragaszkodtam ahhoz, hogy megint egy egyszerű tállal kezdjünk. Ha a kedves nézők emlékeznek rá, karácsonykor is egy egyszerű tállal kezdtünk, és nagyon egyszerűen. Adventi tál volt, ezúttal húsvéti tál kerül az asztalra. Megint használhatunk bármilyen egyszerű tálat, amely a háztartásunkban van, fémvázát, műanyag tálat, annyi mindent lehet egy háztartásban megtalálni. Egyszerű legyen, mintanélküli legyen, és alkalmazkodjon a húsvét köréhez. Én egy üvegtálat hoztam. Gyertyával fogunk megint dolgozni. Fontos, hogy rózsaszín gyertya, hiszen a színeknek is van szimbolikája. Mit akarunk ezzel szimbolizálni? Hát itt most a rózsaszínnel a tavaszt, az örömöt, a természet újraéledését, az, hogy kisütött a nap. Használhatunk fehéret, használhatunk sárgát. Az aranyszínnek nem igazán van most jelentősége, és a sötét színeknek sincs igazán jelentősége a húsvétban. Inkább az élénkvidám színek vidám. Miért a három? A háromnak ugye megvan mindenhol a szimbolikája, a vallásunkban is megvan, a három. Szent háromság. Így van, az Atya, Fiú és a Szentlélek. Pontosan. Tehát ezért gyönyörű gyertyát hoztam, de ez nem mérvadó, mert használhatunk tojás alakú gyertyát, használhatunk pirosat is tulajdonképpen, csak akkor figyelünk a színek összhangjára. Használhatunk egyszerű fehér gyertyát. Tehát itt nem mérvadó, hogy én megint egy befelé égőt és megint egy nagyon szép míves gyertyát hoztam. És hoztál ismét növényeket is. Ragaszkodunk megint, az előző adásban említettük a buxusnak és a barkának a jelentőségét. A barka az ugye a virágvasárnapon megszentelt barkát használhatjuk föl, vagy szehetünk a gyerekekkel a réten. A buxus pedig jelképezi a folytonosságot, mert a buxus az télen-nyáron egyformán virít. Megvan a gyertyánk, a tálunk és a növényeink. Nagyon-nagyon egyszerűen, bizonyos szimmetriát követve helyezzük el. A buxusra és a barkára az jellemző, hogy egy bizonyos ideig nedvesség nélkül, víz nélkül el vannak. A kedves nézők látják, hogy itt nem használunk semmilyen vizes dolgot, amellyel biztosítjuk a növényeknek a nedvességet, a tápanyagot, a vizet. Ennyi az egész, olyan egyszerűen és finoman. Hát ugye ez a szép időjárás a barkának megadta ezt a kis porzós
dolgát, sárgás színét, kivirágzott a barkánk. Kivirágzott. Én ugye igazából nem is emlékszem, hogy ilyenkor a tavasszal ilyen szépen kivirágzott a barka. Ebben nem teszünk más élőanyagot, csak a barkát és a téli zöldet. Tulajdonképpen bármilyen tujafélét is használhatunk, ha valakinek az van a kertjében, mert az is jó. Egyes egyedül a mahóniát nem ajánlom, mert a mahónia pillanatok alatt megszárad. Ugye azt a felét nem igazán látom, és nem is akarom megfordítani, de biztos, hogy oda kell még egy. Tehát egy bizonyos szimmetriát, egy hármas szimmetriát folyamatosan megtartok, és tördelem az ágakat, és arra oda figyelek. És egyre dúsabb lesz az építkezés által a tálunk. Ezáltal már így is föltehetnénk, tehát megint bejön az, hogy egy egyszerű és nagyszerű dologgal egy nagyon-nagyon szép kis asztaldíszt tudunk a vendégváróasztalra, vagy az előszobába a fogadóasztalra készíteni. Vagy az nem ebédre. Hátrány, hogy villám gyorsan egyébként. Igen, ez pillanatok alatt elkészült, és nagyon egyszerűen. De még ezt is tovább tudjuk díszíteni, hogyan így is. Van, pontosan. Ez egy alapunk lesz most itt a bemutató során, ehhez mindig vissza fogunk térni. Kezdjük az első variációt. Az első akkor. Variációval csokoládét. Kedvezünk a gyermekeknek egy kicsit. Így félre nyúlok egy picikét, de hát itt van mellettem az asztalon az összes kellék. Csokoládé. Hát a nyuszi, a tojás, a csibe, ami a húsvéti, akár a bárány is lehetne. Ami a húsvéti körhöz, igen, bárányt nem kaptam, de azt is föl lehet tenni. Majd a kedves nézők, ha találnak, akkor... És ebben van mindenféle színű. De itt is összeválogathatunk, mert ma már a kereskedelemben bármiféle fajta színes csomagolóanyagban kapható csokoládét. Most nem kell ám a csokoládéhoz ragaszkodni. Úgy sem lesz sokáig ott az a csokoládé, ha megtalálják a gyerekek. Hanem megint bejön, hogy készíthetünk húsvéti tojást, amit a vendégváró asztalra ezzel a dísszel fölteszünk. És a hétfői locsolkodóknak tulajdonképpen ott van a általunk készített húsvéti tojás, már pedig aki ugye ügyesen tud, az készítsen. Hát én nagyon ügyetlen vagyok tojáskészítésben. Tehetünk hozzá még egy szallagot is. Bármilyet én hoztam kétfélét, de én úgy gondolom, hogy ehhez a rózsaszínű szallagot tegyük föl. Ismét a színkavalkád fogja jellemezni ezt az asztaldíszt, úgy látszik. Mert nekem valahogy ez a rózsaszín nagyon. És ha végig gondoljuk az általános alapvető lakás elemeket, ugye a barna szín dominál nagyon sok helyen, van, ahol a fekete-fehér dominál. Vagy hát, akár a zöld, a narancs. Igen, hát már egy narancshoz nem igazán megy ez a rózsaszín, ahhoz csináljunk egy piros-fehér. És akkor ezt ide. Vagy egy citromsárgát, hiszen citromsárga szalagunk is van. Itt megint megkérhetjük az aktuális virágkötőnket, hogy segítsen csinálni egy ilyen füles masnit. Vagy gyakoroljuk a képernyők előtt, amikor kedves nézőink nézik az adásunkat. Igen. És kétszer-háromszor elkészítik, a végére már profi menni. Próbálom fog. Úgy mutatni, szerintem látja is a kamera, hogy hogyan készítem a szallagot, mindig a hajlásnak megfelelően, nem erőszakoljuk meg a szallagot, és akkor magától adja a drótozással van egy kicsi gond, de én azt szoktam tanácsolni, hogy a drótot pedig úgy kezeljük, mint egy zsinort, amivel kötözünk. És még ide betesszük a csibét, és már készen is vagyunk. Egy húsvéti tálunk, amely mind a négy oldaláról látható, és amelyben a hármas szimbolika a gyertyában és az elhelyezett zöld ágakban visszajön. És egyfajta légiességet kölcsönöz neki ez az áttetsző szalag, mennyivel feldobta. Ide kellett volna még, látod, egy szalagot tenni, tehát és akkor megmaradt volna a hármas szimbolika. Látod, azért én is el tudom ám. Rontani. Tehetünk még, sosem tehetünk, késő. Így van, nem késő, mert pont ez a jó vagyunk. Benne, hogy az ember folyamatosan változtathatja, korrigálhatja. Hát látja, hogy hogyan és miként készíti. Ugye húsvét utolsó hetében készülünk az élelmiszerrel, készülünk
az ételekkel, készülünk, hogy elmenjünk a templomba. Vannak olyan vallások, ahol a templomban ilyenkor megáldják az ételt, a kalácsot, a tojást, és kérik a Jóisten áldását erre az évre. Tehát itt megjelenik a szallagba is a hármas szimbolika, és készen van egy egyszerű és nagyszerű asztaldíszünk. De ezzel nincs vége, nincs hiszen vége. Jön a következő. Így van, tehát mondtam, hogy visszaszedjük, két pillanat alatt visszaszedjük. Segítek levenni jó, neked a csoki ide lerakjuk tojásokat, a csoki tojásokat. A csibéket. Amit majd a gyermekek. És visszatértünk az alapunkhoz. Alapunkhoz, így van. Gyertyagyűrűket hoztam, ez már egy olyan készítmény lesz, amihez egy picikét vásárolni kell, de hát aztán ki tudja, lehet, hogy gyertyagyűrűkkel a házi asszonyok fel vannak odahaza szerelkezve, és fel tudják használni. Itt is ragaszkodtunk a rózsaszínhez. Passzoljon a gyertyánkhoz. Itt is próbálom. Tehát szétvágtam a gyertyagyűrűt, hogy hajlítani tudjuk. Igen, na most itt lehet, hogy sokan azt fogják rá mondani, hogy ez a gyertyagyűrű, ez selyemvirág és művirág. Nekem azt kell megmutatni, amit szerethetnek az emberek. Van, aki ezt szereti, van, aki azt szereti. Tehát többféle lehetőséget lehet. Aki szereti a szép, elegáns selyemvirágokat és gyertyagyűrűket, azok bátran használják. És ezek a selyemvirágok igazán nem gicsesek. Nem, de is, nem is műanyag, tehát annyira kis természetes és életteli. Tehát a gics fogalmaz mindenkinek más. Igen. Tehát itt már megint az alappal úgy vagyunk, hogyha itt befejezzük, megint jó. De tovább tuningolhatjuk. Ehhez is felrakhatjuk akár a szalagokat is, vagy így tojásokat, van. Igen, ahogy látom. Rakod a tojásokat. Hogy húsvéti hangulata legyen. Igen. Tehát itt a Barbie segítsége az azért is jó, mert a Barbie teljesen más szemmel látja ezeket a dolgokat, mint én, mert azért én virágkötő szemmel látom. A laikus és a gyakorlat igen. Harca egymással. Igen, meg kellett volna egy. Ezt rakjunk oda is igen, egyet. Igen, és akkor úgy a szalagokat, és akkor hagyjuk meg a szimmetriát, a hármas szimbolikát a szalagokkal, így van. Teljesen megtelt ez így a tál van. Ismét. A bőség tál, amiről beszéltünk nagyon... az ételek kapcsán, az most visszaköszön itt is. Így van, és tessék megnézni azt a kedves nézőknek, vagyis legyenek olyan kedvesek, nézzék meg a kedves nézők, hogy egy egyszerű alappal, egy egyszerű zöld alappal és három gyertyával, és egy nagyon pici kis költséggel egy nagyon szép tálat lehet készíteni. Még nyuszikáink is vannak, jó, ebből kettő van, és szerintem nyuszikákat oda... Nyuszikákat is behelyezhetjük. Igen, és akkor a nyuszika, csodálatos. A fehér, a rózsaszín és a lila harmóniája. Ez egy nagyon szép fehér terítőn rettentően jól mutat. De még a mi barnánkon is nagyon szép. Igen, igen, mert a rózsaszín és a barna szereti egymást. A csokoládé és a puncs. Arra kell majd figyelni hétfőn, hogy ha jönnek a locsolók, akkor ne öntsék le vízzel. Készen vagyunk a második tálunkkal, és tulajdonképpen egy harmadik tálat is szeretnék megmutatni. Lássuk. Ez a második tálunk volt. Kicsit költségesebb, a kicsit az elegánsabb. Elegánsabb. Úgy. Köszönöm szépen. Ide félretesszük. Így. Ott ráigazíthatsz nyugodtan, az oda visszamegy. És megint segítségül hívjuk a kereskedelmet, de ez egy olyan füzér, amit sokan elkészíthetnek odahaza is, főleg akik nagyon kreatívak. Nem kell hozzá más, csak ez a filc, egy selyemszalag, és a gyerekekkel fel lehet a gyöngyöt fűzni. De hát én ezt a kereskedelemből hoztam, ezt sok mindenre használjuk most, és körbe rakjuk ennél az alapnál. És ezúttal egy pillangós tálunk lesz. Így van. Volt már nyuszis, csibés. Ehhez is felhasználhatunk mindent, tehát dúsíthatjuk, de ha úgy gondoljuk, akkor Össze is akadt. Ragaszkodnak egymáshoz a pillangóink. Megvan, sikerült. Igen, jó. Ez két emberes most. Igen. Igazíthatod nyugodtan. Ehhez még tehetünk egy kis bukszuságat szerintem.
ha úgy látjuk, mert ehhez nem teszünk mást, hogy a kedves nézők, tehát itt egy koszorú formát próbáltunk, tehát a körkörösséget, a folytonosságot, az élet folytonosságát. És mennyire egyszerű ezzel az egy szalaggal, amin a formák és a gyöngyök megjelennek? Megjelennek, így van. Tehát a koszorú az a folytonosságot, az élet folytonosságát jelképezi minden ember életében, tehát ez is egy szimbolika, odafigyelhetünk rá, ha nagyon akarunk, eligazítjuk az ágakat, megint tehetünk fölszallagot, ha úgy gondolod. Akár egy kis csillámmal is megbolondítható, még igen, az is eszembe jutott. És egy születésnapi zsúron is el tudom képzelni a gyerekek körében, amikor jönnek ünnepelni. Ünnepelni, igen, tulajdonképpen. Ez egy olyan asztaldísz lehet, amelyet folyamatosan az év bármely szakában föltehetünk másik felére. Igen. Igen, úgy. A szimmetriára figyelünk. Figyelünk. És akkor... És jöhet a csillám. Adom neked a csillámot, ez egy... Különféle színűek? Nem. Az a fény. Ez a fény. Az megy a növényre. Így van a portalanítás szempontjából. A csillámot pedig te. És a csillámot pedig szórhatjuk az egészre. Körkörösen? Igen, úgy körkörösen. Én úgy gondolom, hogy ez a három asztaldísz, ez egy annyira egyszerűen elkészíthető dolog volt, hogy ehhez bátran mindenki neki foghat. Nem sok minden kell hozzá, egyszerű dolgokból megoldhatjuk. Igazán a húsvétkörhöz nem kapcsolódik semmilyen termény, a tojás kivételével, vagy a kalács kivételével, mert húsvétre kalácsot, tojást és sonkát készítünk, de ezeket a tojás kivételével ugye nem tudunk föltenni asztaldíszítésre, tehát mást kellett kitalálnunk, vagy elkészítenünk. Bátran fogjanak hozzá, készítsenek, várják a locsolókat. Hiszen csodálatosan fog mutatni a húsvéti tál mellett. Jó étvágyat kívánunk, és kellemes húsvéti ünnepeket. Jó étvágyat, kellemes húsvéti ünnepeket. Önök a Porta 40. adását látták. Köszönjük, hogy ismét velünk tartottak. Várjuk Önöket új témákkal a jövő héten is. Viszontlátásra! Viszontlátásra!